Van egy jó infom, egy jó ismerősömtől, középvezető Budapest bankos tisztviselőről szólna. Hát ezzel az ismerőssel szóba elegyedett, hogy tulajdonképpen kik is ezek a sárga pólósok. Hát ő elmondta, hogy tulajdonképpen kik is vagyunk, meg mik vagyunk. Nagyon nagy a baj egyébként a bankokban, mert ő mondta, hogy az összes szerződés állítólag semmisé lehet, összes szerződés semmisé lehetne nyilvánítani, de ha ezt megtennék a bankok, nagyon nagy tragédia lenne, meg nagyon nagy lenne a pánik. Tehát elismerik a bankok, hogy nagyon minden szerződés sáros. Tehát nem. Megvárják ezt a 2018-at, amikor új választások lesznek ennek a Trócsányinak a végrehajtás megállító perével kapcsolatban, hogy most ezt meg akarják szüntetni. Akkor akarják bevezetni ezt az új törvényt, és akkor megkezdődnének az igazi kilapoltatások, de ettől viszont nagyon-nagyon félnek a bankárok és a bankosok, mert akkor viszont tényleg elszabadulna a pokola az országban. Mondta, hogy mi is voltunk már az ő bankjába, de nem mert lejönni az emeletről. Tehát onnan kérdezte, kik ezek a sárgapólósok, és egyébként az országos viszonylatban, tehát akik már ismernek minket, főleg Budapesten, nagyon félnek már tőlünk a bankok. Mindenkit arra buzdítok, gyerekek, hogy látjátok, hogy már középvezetői banktisztviselők is elárulják, hogy van ennek értelme, amit mi csinálunk itt a mozgalmon belül. Én mindenkit arra buzdítok, hogy bátran vegye fel a harcot, ha nem is jöttök föl Pestre, amikor megyünk az utcán, vagy intézzük itt a dolgainkat, vidéken ugyanezt meg lehet tenni, megzárjátok a bankokat, menjetek be, csináltassatok ti is magatoknak sárgapólót, és higgyétek el, egy pár hónapon belül rettegni fog tőletek mindenki. Biztos, hogy jó úton járunk, ezt már nem először mondom, de meg vagyok győződve, mert hogyha már ilyen visszhangok vannak, akkor ennek csak van valami hozadéka. Hajrá! Egyrészt a sárga póló még csináltatni sem muszáj, Erika bemegy a kínaiba és vesz egy sárga pólót, tehát első körben bőven elég, 600 és 800 forint között egész jókat lehet már kapni. Ha három már sárga pólóba mennek be egy bankba, ott már riadalom van, tehát az egész biztos, hogy ez benne van. És hogy mennyire jó úton járunk, azért nézzük azt meg, hogy már elég régóta, a több mint egy évvel ezelőtti első patkánytúrán igazából láttuk, hogy jó út, amikor a Lévai Anikó, Orbán Viktor felesége kiakadt azon, hogy ott voltunk egy vasárnapon a házuk előtt. Az egy elég csúnya történet volt, hogy ahogy ő ott felháborodott, ugye erről a videót meg lehet találni annak az összefoglalásában, illetve amikor a legutóbb a rendőröket majdnem elütötte a házánál. Tehát azért az is egy nem akármilyen történet volt. A Picsányi felesége, amikor minket majdnem elütött. Ott is látszik, hogy mennyire jó az út. Valamilyen módon kiverik azokat a biztosítékokat úgy, ahogy kell. Rócsányi felesége. Aki meghívott, és aztán utóta se tartotta le. A hazudós felesége a Trócsánynak, hogy mekkora hisztit levert a plakátolás miatt. És a belülről tépkedte le ezt. Egyet ne felejtj, kellettek, hogy ott legyek a rendőrök, mert egyébként hozzá sem mert volna jönni. Elő sem mert bújni. Erről írok egy rövidet, hogy a rendőrök, én azt gondolom, hogy a patkányvonalnál kifejezetten jó, hogy ott vannak, tehát erősítik a véleménynyilvánítást. Ugye azt írtam, még majd meg fogjátok látni, hogy gyakorlatilag fel se tűnne egy utcába, de a szűk budai eldugott utcákban, hogy ott három ember mit csinál, vagy kettő. De azzal, hogy ott van még három rendőrautó, 15 rendőrrel, még akkor villognak, és hát onnantól kezdve mindenkinek felkelti az érdeklődését. Hú, de érdekes, milyen jó kis plakátok vannak itt. Úgyhogy kérjük a rendőröket, viszont legalább 5 csapat lesz, tehát 5 csapat rendőrt kérünk vasárnapra, akik mindenkit végig kísérnek. Tehát tessék szépen minket végig kísérni. Mint a kínai delegáció. Mint a kínai delegáció. Mindenkinek kérünk külön kamerás autót, külön parancsnokot, külön pisi, tehát hozzanak mobil WC-t, akkor sérni kell a rendőröknek, akkor meg tudják oldani, mert mi kibírjuk. Tehát mi ugye... És rajtuk is legyen sárga láthatósági mert. Sárga látható és kék póló, igen. Tehát az úgy frankó legyen, és ha lehet, akkor szirénázzanak, és néha lőjenek kettőt a levegőbe. Tehát ha nincs elég feltűnés, akkor lőjenek már be a levegőbe. Amikor villog és szirénázik, rükvercbe is jöjjön vissza. Így menjen hátra fel, villogva, szirénázva. De olyan is volt. És levegőbe lődössz. És nem muszáj a levegőbe lődössz, van ott a cél is. A patkányokra is lehet, igen, az is lehet. Az a golyós egy van. Jó, tovább azért a Jelasi-té Radovánnak a felesége, aki szintén hasonlóan a Trócsányi feleségéhez, csak nem értettük, mit mondani. Én azt hittem, hogy jaj, de jó, hogy itt vannak, de nem, mert angolul beszélt, vagy mit tudom, milyen nyelv, lehet, hogy nem is angolul, mert ha csak értettem volna, hogy good, meg
hello, meg ilyen, de nem ilyeneket mondott. Igen, fák, meg ilyeneket mondott. Mintha valami olyasmi lett volna. És ez látszik még az eljárásainkból, hogy baromi jó az út. 12-én, amikor valakik fölmentek a Csányihoz, meg az Orbánhoz, hogy állítólag én azt szerveztem, meg ilyenek. Ebből is látszik, hogy már nem tudnak mit kitalálni. Majd megyek november 4-én, az pedig a legutóbbi patkánygó, ahol ketten voltunk az Anitánál, a Zolnai Gyurinál, az Orsó utcába, és ott egy feljelentés ment gyülekezési joggal visszaélés miatt. Tehát van itt a plakáttól, én lefényképeztem. Hogy csináltátok? Négyen voltunk a Zsalukkal együtt. Szerintem magukat is. Ja, meg volt két biztonsági őr, a biztonsági cégtől ott ült az autóba két őr, tehát elvileg hatan. Na, tehát ugye, van itt a plakáttól, én fényképeztem, a rendőrök igazoltattak, azok meg néztek szembe a másik oldalról. És én voltam a szervező, én hívtam a rendőröket, a biztonsági szolgálatot. Akkor ők a szervezők. Az Orsó utcában meg is mondom, hogy a Jelasiti Radován felesége hívta a rendőröket. Jelasiti Radovánné, nem tudom, hogy mondják ezt az ő szerv, vagy... Magyarul. Nem tudom, igen, tehát őt kell akkor a hátán utgába elkapni. Ebből látszik, hogy rettentően be vannak fosva a sárgapólósoktól. És attól, hogy mi lesz a következő, mit fogunk csinálni, óriás, ezt kell nyomni, és látszuk, hogy azért a Budapest Banknál ez intézményesített lehet ez a fosás, mert ugye a Zolnainál mindig ott vannak az Orsó utcában a biztonsági szolgálat.